Nyírbogát azon települések egyike, amelyek minden lehetőséget megragadnak azok közül, amelyekkel a kormány támogatja a vidék fejlesztését. A település fejlődése 2020-ban is dinamikus volt, nem lehetett tapasztalni a koronavírus járvány okozta nehézségeket. A számos sikeres pályázat közül az egyik legnagyobb beruházás az általános iskola felújítása volt. A munkálatok még 2019-ben kezdődtek. Az intézmény közel 900 millió forintos Európai Uniós támogatásból kívülbelül megújult, és új természettudományi tanteremmel bővült, amely megalapozza a környékbeli gyerekek versenyképes oktatását. A Magyar Falu Program 50 millió forintos támogatásából az óvodában is megvalósult a fűtéskorszerűsítés és a kültéri játékok cseréje. Két utunk újult meg Nyírbogáton. A belügyminisztérium által kért pályázat keretében pályáztunk a Bocskai utca felújítására, és pályáztunk a Petőfi utca felújítására, stabilizálására. Mindkét pályázatonnak nagyon örülnek a település lakói, hiszen az előző évek beruházásai, gondolok itt a szennyvíz beruházásra, és sajnos az utaink elhasználódtak, kátyusak lettek, és ez a két útnak a felújítása elengedhetetlen volt a település életében. Szintén a Magyar Falu programnak köszönhető, hogy a település legforgalmasabb része, az Árpád utca járdája is megújult. Ez saját forrással is kiegészítették, így egészen a vasútállomásig új járdán közlekedhetnek a lakók. Az előző években már megújult a temető ravatalozója, idén pedig az ezt körülvevő kerítést újították fel. Több mint 500 millió forintból megépült a Nyírbogát és Mária Pócs közötti kerékpárút is. Ezzel bekapcsolódtak abba a hálózatba, amely összeköti a Kegyhelyet Debrecennel. A polgármester kiemelte, a beruházás jelentősen növeli a két templomhoz zarándokló turisták biztonságát is. 2019-ben topos projektből a helyi termelői piac épült meg. Ennek folytatása volt idén a Petőfi utcai hűtőház rekonstrukciója bővítése, de más fejlesztések is vannak még folyamatban. Ilyen folyamatban lévő beruházásunk a nappali szociális ellátásnak helyet biztosító épület beruházása, ami az idősek otthonának a helyrajzán vagy területén valósul meg. Ebben kap helyet a nappali idős otthoni ellátás, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a gyermekvédelem és a szociális étkezés is. Ezzel a beruházással is egy hiányt tudunk pótolni a településen, hiszen azt gondolom, hogy a szociális ellátásoknak a fontossága nagyon fontos, különösen napjainkban. A terület és település fejlesztési operatív program forrásából megkezdődött a belterületi kerékpárút kivitelezése is, amely a településen élők egyik régi vágya volt. Ezen a Nyírgelse és a Nyírbátor felé vezető út lesz összekapcsolva. A 600 millió forintos beruházás a biztonságos kerékpározás mellett az egészséges életmódra nevelést is szolgálja.